Baksa Rolanddal folytatjuk azzal az újságíróval, akinek köszönhetjük a Matolcsi villájáról szóló részletes írást a 24.hu-tól. Jó reggelt, szia! Jó reggelt! Ugye, ha bárki most így lemaradt volna az eseményekről, akkor egy 470 négyzetméteres, 100 négyzetméteres garázssal megtartott rózsadombi házban, provenci stílusú, nagyon szép házban lakik Matolcsi György, amit a fia cégétől bérel. Nagyon részletes ez az anyag. Volt olyan része ennek a konstrukciónak, amit téged is meglepett? Hát az azért meglepő, hogy két dolog meglepő igazából ebben az egészben. Egyrészt, hogy milyen körmönfolt módon próbálták eldugni az emberek szem elől azt, hogy hol lakik Matolcsi Györgye. Vagyon nyilatkozatában nincsen feltüntetve, csak azon, hogy egy balatonakaratjai ház tulajdonosa. A jegybank természetesen nem válaszol, azt mondta nekünk, amikor rákérdeztünk, hogy használja ezt az ingatlant, azt mondta igazából a jegybank, hogy semmi közünk hozzá, szerinte. És hogy ugye amilyen konstrukcióval megcsinálták ezt az egészet, hogy azt a luxus villát Matolcsi György használja, de nem is a fiáé, hanem a fia cégé, a fia cége pedig a Matolcsi unoka testvérétének a bankjától kapott 280 millió forint hitelt. Tehát, hogy lehet, hogy még meg lehetett volna két körrel bonyolítani, szerintem az lesz a következő lépés, amikor majd a következő villát úgy fogja használni. Ugye az RTL Klubnak Matolcsi György tegnap azt mondta, hogy hát ő ezt az egészet nem használja, csak 70-valahány négyzetmétert. Az nagyon szuper, tehát, hogy ugye az ingatlan tulajdonosa, a Matolcsi Ádám, azt állította nekünk, hogy ebben ezt a házat senki más nem használja, csak az ő cégének kettő alkalmazottja, de amikor vége a munkaidőnök, akkor természetesen délután 4 órakor hazamennek. Illetve édesapja meg az édesapja felesége. Tehát délután 4 után ott áll az üresen a 470 négyzetméteres villa, és Matolcsi György azt állítja most, hogy abból 72 négyzetmétert használ csak. Hogyan? Tehát ott zsilipkapuk vannak bizonyos szobákhoz, de hát az ingatlan hirdetése is úgy szól, hogy csak a szülői lakosztály nagyobb, mint bármelyik, vagy nagyon sok ember családi háza. A nappali az önmagában 40-50 négyzetméter. Tehát így hogy? A Spájzban nem mehet például be, vagy hogy? Hát mondjuk lehet, hogy nem sokat főznek, és akkor például a konyhát ki lehet hagyni a használatból. Arról tudunk bármit, hogy mennyiért bérli a fiától, mert ugye ez sem mindegy, meg hogy egyébként ennek mennyi a piaci bérleti díja. Sem Matolcsi Ádám nem árulta el a Púnak, csak annyit árult el, hogy bérbe adja az édesapjának. De nem árult el, pedig rákérdeztünk, hogy mennyi a konkrét összeg, sem Matolcsi György nem árult el, tehát nem az RTL Klubnak, hogy mennyi bérli. Annyit lehet tudni, hogy, és ezt a hirdetést még nem törölték le az internetről, pedig az ingatlan hirdetés képeit már letörölték sajnos, de mellette van a 19 perában egy ugyanekkora luxus ingatlan, azt hiszem, hogy a tajvani nagykövetség használja, és a neten található egy ingatlan hirdetés, ott havi egy több mint 1 millió forint, kb. 1 millió forint a bérleti díj. Hát végül is kijön, mert hogy nettó 3,4 millió forintos a jegybanki fizetés, meg ott a béren kívüli juttatás. Hát szuper. Futja rá, ha a piaci áron és bérli. A béren kívüli juttatásra azért érdemes egy picit visszatérni, mert hogy az akár lehet lakhatási támogatás is. Tehát az lenne egy pikáns, hogyha mondjuk a jegybank fizetne lakhatási támogatást Matolcsi Györgynek, aki ebből bérleti díjat fizet. Jó, de ne adjál ötleteket. Tehát, hogy... Szerintem elég konstruktívak ők. Igen. Na, egy picit arról is beszéljünk, hogy született ez a cikk, mert ilyenkor nyilván ez is nagyon érdekli a nézőket, hogy kaptál egy fülest. Így van. Pár héttel ezelőtt. Mennyi, akkor pár hét alatt sikerült ezt így felgöngyölíteni? Igen, ugye ez úgy megy, hogy klasszikus befújta a szél a szerkesztőség ajtaján ezt az információt, és akkor nyilván ezt le kell ellenőriznünk újságíróként, hogy le kell ellenőriznünk, hogy valóban úgy van-e, hogy egy közszereplő milyen konstrukcióval használ egy villát, az biztosan ott lakik-e életvitelszerűen, ugye sokáig tartott ennek a dokumentálása. Uh-huh. Ugye az nem teljesen hétköznapi, hogy nem a saját 24.hu-s fotósaitokkal dolgoztatok, hanem Német Dániellel, a narancs fotósával, akinek hát sok elég híres magyar fotót köszönhetünk, Mészáros Lőrinc érdekeltségével kapcsolatos fotókat például. Az hogy jött, hogy ő segített neked, és hogy működött ez a gyakorlatban, hogy ott van Matolcsi György, hogy beszáll farmerben, elegánsan, mennyi időbe telt ez, még sikerült elkattintani ezeket a képeket? Ugye Német Dani gyakorlatilag az egyik legprofibb fotós Magyarországon. Ugye éppen az elmúlt évek nagyon csodás fotói miatt gondoltunk arra, hogy ha egy munkát valaki képes megcsinálni, akkor ő biztosan.
És akkor nagyon belelkesült, tehát, hogy és igazából annyi történt, hogy egy részét közösen csináltuk, mert hogy először teljesen nyilván a szabályos oda menni valakinek a lakásához, megnéztem, hogy ott van-e mozgás. Nagyon érdekes volt, mert amikor kimentem először, akkor éppen friss hó esett, és a kapuból két autónak a friss nyomai látszottak. Aztán másnap is hasonló módon találtunk nyomokat, és akkor volt egyszer, hogy elmentünk egy autóval, leparkoltunk a ház elé, és néztük, hogy mi történik, és nagyon érdekes dolgokat láttunk. Tehát láttuk azt, hogy nem csak azt láttuk természetesen, hogy jön egy Mercedes kisbusz, amiről a jegybank aztán elismerte később, hogy az a jegybanké, betolalt, kijönnek, aztán kitolalt egy másik kis autó, amiből kiszáll Matolcsi Zita, a feleség, de azt is láttuk, hogy hétfőn például kukaszállítási nap volt, és akkor jött egy hajléktalan, aki kibontotta a kukát, és ott szemünk láttára ott kipakolta, és látszott, hogy tömérdek, ételmaradék, boros üvegek vannak, tehát ott látszódott, hogy és ez hétfő reggel, tehát, hogy az életvitelszerűen laknak valakik. Teljesen háborítatlanul tudtatok ott ülni, hány méterre mondjuk a bejárattól? Szembe vele, pár méter. Senkinek fel nem tűnt, hogy ott áll egy vadidegen autó benne két újságíróval, fotóssal? Úgy fest. Tehát ez... Ez nem furcsa? De nagyon furcsa. Tehát, hogy azt gondolná az ember ugye, hogy közhatalmat gyakorló szerv vezetőjét valamilyen formában azért vigyázzák, őrzik, biztonsági. Ugye a jegybank külön biztonsági céget csinált. Igen. Azon túl ugye, hogy van az állami, államtól is őrizhetik ott, de hogy senkivel nem találkozunk, persze lehetnek elbújva, de hát senki nem kapcsolt le minket, vagy ne, tehát, hogy szagot sem fogtak, pedig napokon keresztül dolgoztunk, ugye nem minden nap mentünk természetesen ki oda a házhoz, van, hogy a jegybank előtt próbáltuk fotózni, ugye azt a kis buszt, amibe beszállt Matolcsi, hogy vajon hova megy, kiszáll ki belőle, a jegybank előtt is voltunk, de... Ő csak akkor értesült róla, hogy készül egy cikk, amikor a jegybank megkapta hivatalos formában a kérdéseidet. Így van, ez úgy történt, hogy ugye ezt tegnap kedden jelent meg a cikk, hétfőn délelőtt küldtünk kérdéseket a jegybanknak, hogy használja azt. De most a cikkben még az is az érdekes, hogy van benne egy kis keretes írás, amiben megvan adva a te 24 pontos e-mail címed, és egy felhívás, hogyha bárki az üggyel kapcsolatban tud még érdekességgel szolgálni, akkor jelentkezzen. Voltak jelentkezők? Ebben az ügyben igazából két ember volt csak, aki észrevette azt, hogy amikor megjelent a cikkünk, utána mondjuk egy óra múlva gyorsan letörölték az ingatlan hirdetést, ami igazából nyomra is vezetett minket. És akkor ők lementették, találtak más oldalt. Ebben az ügyben, tehát, hogy tovább gondolandó információhoz nem jutottunk, de az elmúlt hetekben így özönlenek hozzánk is az információk. Nem csak Matolcsiról, de hiszem, hogy a mostani Mitől szakadt át a gát? Vagy érzékelsz egy ilyen fordulópontot? Érzékelek egyébként, de hogy mitől, azt nem tudom. Nyilván közel vannak a választások. Lehet, hogy nagyon sok ember már úgy érezte, hogy nagyon elege van az elmúlt évek urizálásából. Ilyen típusú sztorik özönlenek? Általában ilyenek, igen. Tehát, hogy a közpénzeket hogyan csatornáznak saját magukhoz, a közpénzet, hogy aztán... Annyit el tudsz árulni, hogy mi a következő sztori, amin dolgozol, kit, milyen köröket érint? Ja, Isten, nagyon sok van. Tehát, hogy... De ez a sztori is folytatódni fog szerintem nem sokára. Igen? Na, hát nagyon kíváncsian várjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.